Viszont én magamnak számolom, hogy amióta csirke vagyok, azóta nem kaptam ki, de ez nem csak az én dicséretem, sőt, ez legfőképp a csapaté, és remélem, hogy még nagyon sokáig veretlenek tudunk maradni, mert akkor jövőre EB leszünk. A legerősebb összeállítás nem ez volt, hanem az egész csapat, 21-en vagyunk, vagy amennyit behív a főnök. Teljesen mindenki kijátszik, úgy gondolom, hogy megvan hozzá a minőség, hogy kezdőként lépjen mindenki pályára, így döntött a főnök. Úgy gondolom, hogy mindenki a maximumot nyújtotta a pályán, hogyha még lehet, hogy nem is sikerült a győzelem. De ez egy jó tanuló meccs volt, amiből merítünk sok dolgot, és az itthoni szár meccsre felkészülünk. Szeretünk nyerni minden meccset, persze, de úgy volt a meccs, hogy utolsó 20-15 perc nem voltunk annyira taktikailag, nem voltunk annyira jó. Mindenki mindenhol futott szeretem, és azért nem tudunk másik gól szerezni. És picit szerintem fáradt voltunk, és igen, egy-egy, ez már jó. Barni kifejezetten jó formában van. Sala is csinálja a dolgát, én is csinálom a dolgomat, mindenki csinálja a dolgát, még aki bejön a padról, az is csinálja a dolgát. Úgyhogy idővel minden jó lesz, jobb, és reméljük, hogy így tudjuk folytatni. Hát igazából több önbizalmat adott, meg ugye ilyen társakkal készülni, akik azért topligákba játszanak, azért nem mindennapi, szóval tényleg önbizalmat adott, és próbálom ezt tovább vinni Kecskemétre is. Vannak meccsek, vannak helyzetek, vannak szituációk, amikor az ember kicsit mérgesebb vagy idegesebb, de ez hozzájárul, hozzátartozik a meccshez. Hát kemény volt, az biztos. Mindenki egy csapat harcolt, és hát egy-egy volt az eredmény. Ahogy a Milosnak is ott beléptek, az durva volt, de mondom még egyszer, hogyha ez valószínűleg a 60. percben történik a Milosos belépő, akkor mi se így állunk az egész meccshez, hanem kicsit keményebben, de úgy gondolom, hogy nem kell alattomosnak lenni, keménynek kell lenni, nem kell megijedni. Ez a foci. Mindig kell csúszni, labda szerezni. És úgy játszom Angliában is. Hát igen, ők szerintem az utolsó meccsen ugye kikaptak, ők úgy jöttek ide, hogy mindenképp szerintem nyerni akartak. Hát igen, egy komoly meccs volt, és igazából sajnos egy-egy lett, de tényleg csináljuk tovább. Szerbiában megint jön itt, és szeretünk 3 pontot szerezni, és akkor van több lehetőség Európa mennyi. Mi egyáltalán nem úgy álltunk hozzá, hogy egy barátságos meccs, mi minden meccset meg szeretnénk nyerni. Ez most is így volt, sajnos ez most nem sikerült, de ugyanúgy készülünk tovább, szerbek ellen a következő selejtezőre. Nem tudom, láttátok-e, több meccset hoztam a meccsre, hogy ne csak egy kisgyereknek vagy egy felnőtt embernek tudjuk örömet okozni, hanem 7-nek, és remélem, hogy sok embernek tudtam ezzel örömet szerezni.